Sokan nem gázzal, hanem fával tüzelnek idén is, és ezt több kereskedő kihasználja oly módon, hogy megkárosítják a tűzifát vásárolni kívánó szemét pénzzel, minősíthetetlen faáruval és hamis köbméter kiszállítmányozásával. Pontosan ezek miatt, és ezek megelőzése miatt szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ellenőrzött tűzifárusoktól vásároljon. Ez azt jelenti, hogy a NEBIH oldalán megtalálja azokat a hiteles tűzifárusokat, akik megfelelő minőségű és mennyiségű fát fognak számára kiszállítani, illetve elsősorban erdészetektől vásároljanak, hiszen ott tudja azt, hogy milyen minőségű fát és milyen fajta fát fog majd kapni a későbbiekben. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy milyen eseteket kell elkerülni favásárlás során. Kerüljék az olyan hirdetéseket, amelyeknek során csak egy telefonszámot ad meg a tűzifát árusító személy, hiszen nem tudja innentől visszaellenőrizni azt, hogy a későbbiekben milyen fát kap. Azt is kerüljék, hogy a késő esti órákban hozzák meg számukra a tűzifát, hiszen amikor este nagy halomba lepakolják ezeket a fákat, akkor annak minőségét nem tudja ellenőrizni a vevő, illetve azt sem, hogy a fa mennyire száraz vagy nedves, hiszen a nedvesebb fa sokkal nagyobb tömeggel bír, azonban a fűtőértéke sokkal kisebb, mint egy jól kiszárított fának. Számlaképes vásárlás a legtisztább vásárlási forma ilyen esetekben is. Minden esetben kérjenek számlát a vásárlásukról, hiszen későbbiekben, ha probléma van, így fognak tudni majd reklamálni. Fontos az, hogy hogyan, mi módon szállítják ezt számára, a vevő számára, hiszen hogyha ömlesztve hozzák a tűzifát, akkor annak a köbözése sokkal nehezebb, illetve annak a mennyiségének a meghatározása. Az erdei köbméter vásárlása és ha a kalodákban érkezik a vásárolni kívánt tüzelő, sokkal visszaellenőrizhetőbb. Ugyanakkor fontos megvizsgálni ezeket is szállításkor, hiszen előfordulhat, hogy a kalodák külső részében jó minőségű termék, a belsejébe pedig nedves áru kerül. Ezekre szeretnénk elsősorban tehát felhívni a figyelmet, hogy a tűzifa vásárlásakor mindig ellenőrizzék vissza azt, hogy kitől vásárolják a fát, milyen mennyiséget vásárolnak, hogy mázsában vásárolják, vagy inkább köbméterben vásárolják, és azt, hogy a fának milyen a minősége, hiszen nem mindegy, hogy jól kiszárított tüzelőfát, vagy pedig valami nedves, rossz minőségű fát vásárolunk. Fokozottan ügyeljünk a nyugdíjasokra is, hiszen sokuk kevés pénzért vesz tüzelőt számla nélkül, így könnyen becsaphatják őket.